Megújul a Megyei Kórház gyermekegészségügyi központjának sürgősségi, illetve égési osztálya, és az összekötő folyosó készül a gyek és a központi betegellátó épület közé. Erről ma sajtótájékoztató számolt be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A 34 tonnás híd szerkezetet már be is emelték a végleges helyére. Daruk, emelőkosarak és védőfelszerelés. Fontos állomásához érkezett a gyermekegészségügyi központ fejlesztése. A 34 tonnás híd szerkezetet 27-én éjszaka szállították a kórház területére. A tartóoszlopok összeszerelését követően megkezdődött a híd beemelése. Lánccal biztosítják a hidat a daruhoz, így emelik a helyére azt a folyosót, ami a gyek épületét összeköti majd a betegellátó épülettel. Eddig, ha egy koraszülöttet még át kellett hozni a koraszülött osztályról a gyermekési központba, akkor jött egy mentő, betették egy inkubátor, betették a mentőbe, és megtette azt a kb. 100 méteres utat, mert nem nagyobb távolságról van szó. Utána kiszállt a inkubátor, a kisgyermek a újszülött a mentőből, fölvitték az osztályra, és berakták az osztálynak megfelelő helyére. Hát most ez a lépés, ami igazából megspórolható. A tervezett felújításra 2019-ben nyert támogatást a Megyei Kórház, ahol az épületeket összekötő híd kiépítése mellett a komplett műtők, a gyermeksürgősségi és az égési osztály is megújulhat. A munkálatok 2021-ben kezdődtek. Gyermeksürgősségi betegellátó résznek, az új építés résznek szerkezetkész állapotában tart. Az égési osztály körülbelül egy 70%-os készültségi állapotban van. A hidat pedig jelenleg kezdték meg a helyére emelni. Március első felében átadásra kerül, és ezzel biztosítva lesz a gyermekegészségügyi központ és a központi diagnosztika, a központi épület közötti zárt térben történő kapcsolat. A kórházban az elmúlt 3 évben csak nem 15 milliárd forint értékű beruházás valósult meg. A délpesti kórházban lévő Országos Infektológiai Intézet mellett ez a kórház vitte el a világjárvány legnagyobb terheit. A jelenlegi fejlesztés 3,4 milliárd forint, ami a gyermekellátásban új lehetőségeket, korszerű, modern lehetőségeket biztosít. A kórház Magyarország egyik legnagyobb forgalmú egészségügyi ellátó intézménye, amely 3 városban, 6 telephelyen csaknem 300 járóbeteg rendeléssel látja el a betegeket.